Megtörtént a padon a pécsi járásbíróságon az a komlói nő, akit 2 hónapos csecsemőjének megölésével vádolnak. Kicsit később gyógyszert hoztak neki, valószínűleg nyugtatót. A rendőr a mosdóba kísérte vízért a vádlottat. Csütörtökön arról döntött a bíró, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e a gyilkost. Erkölcsileg mélyen elítélendő, jelentős tárgyi súlyú, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett cselekmény róható a gyanúsított terhére, így a várható büntetés nagyságára tekintettel alappal lehet következtetni arra, hogy szabadlábú hagyása esetén megszökne, illetőleg elrejtőzne. A bíróság a gyanúsított letartóztatását a pszichés állapotára figyelemmel az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben rendelte végrehajtani. Az első döntés szerint 1 hónapra kerül a rácsok mögé a nő. Ez később meghosszabbítható. Beismerte a bűncselekmény elkövetését. Ezt már a megyei főügyészség szóvivő helyettese mondta a nő kihallgatásáról. Azt nem árulták el, mit mondott, miért ölte meg a gyermekét. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását a nyomozás idejére is. A rendőrfőkapitányság folytat nyomozást 14. életévét be nem töltött személyisérelmére elkövetett emberölés büntette miatt. A nyomozás során sor került a gyanúsított kihallgatására, akinek letartóztatását indítványozta a Baranya megyei főügyészség a tegnapi napon. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított május 30-án, vagyis hétfőn, 17 óra 30 perc előtti időszakban a lakóhelyéül szolgáló családi ház alaksori fürdőszobájában fürdőkádba folytatta 2 hónapos gyermekét. A gyanúsítottal szemben fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ezért a bíróság letartóztatását rendelte el.